Elkezdődött azoknak a speciális önkéntes tartalékos katonáknak a kiképzése, akik most csatlakoztak a honvédséghez, mert a koronavírus járvány miatt elveszítették a munkájukat. A honvédelmi miniszter azt mondta, a honvédség vállalta, hogy részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, és határozott idejű szerződéssel 6 hónapos önkéntes katonai szolgálati formában nyújt segítséget a jelentkezőknek. A programban 3000-en vesznek részt. Az első nap leginkább az egyenruha átvételéről szólt. A tűzszerész és hadihajós ezred laktanyájában csaknem 30 új katona vette át a menet felszerelését. A jelentkezők 6 hónapos kiképzésen vesznek részt, sokan nem csak ideiglenesen, hanem hosszú távon is a honvédséggel terveznek. Végigvinni ezt a 6 hónapot, és utána maradni tovább mindenféleképp. Ki akarok tartani. Sokan elveszítették az állásukat az elmúlt hónapokban a járvány miatt. A Magyar Honvédség is csatlakozott a kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez, így év végéig mintegy 3000 jelentkező kaphat kiképzést, és az alatt fél évig minimálbért. Biztos nehéz lesz, főleg ez a 6 hónap, mert teljesen ismeretlen közeg, de én úgy gondolom, hogy a kiképzőink nagyon felkészültek, és szerintem ez egy maradandó élmény lesz számunkra. Július 1-től országszerte 25 helyszínen mintegy 500 új katona csatlakozott a honvédséghez. A cél, hogy minél többen megismerjék a katonai hivatást és a honvédek mindennapjait. A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a mostani program eltér a szerződéses katonai jogviszonytól, mert az önkéntesek bármikor kiléphetnek az állományból, ha vissza tudnak térni a polgári életbe. De bíznak benne, hogy a fél éves kiképzés után sokak döntenek a katonai hivatás mellett. 21. századi feltételeket biztosít, eszközök, ellátás, elhelyezés és egyéb másban, másrészt pedig azt is biztosítja, hogy hosszú távon megbízható munkahelyen van, hiszen lehetett látni, hogy most ebben a nehéz helyzetben a Magyar Honvédségre, a magyar katonákra most is szükség volt, és netán, ha még rosszabb helyzet alakul, a katonára még inkább szükség lesz a jövőben is. Teljesen megújul a Magyar Honvédség, mondta el a miniszter. A mostani fejlesztési programban további modern technikai eszközök érkeznek, amelyekhez még több jól képzett katonára van szükség.